Több tízezer embert érint csak Nyíregyházán a közös költségek várható emelkedése. A vármegyeszékhely társasházait is utolérte a drágulás, ami jó részt a minimálbérek és az alapanyagárak emelkedésének köszönhető. Az ország egyik legnagyobb lakásszövetkezetének és a térség egyik legjelentősebb társasházkezelőjének vezetője szerint a náluk kezelt ingatlanoknál átlagosan 20%-os áremelés várható. Az emelések azok már januárban megkezdődtek, sajnálatos módon. Az, hogy mikor következik be egy-egy társasháznál, az ugye a közgyűlések megtartásának a függvénye, illetve a határozatoknak a függvénye. Ugye a közös költség csak akkor változhat, hogyha ezt közgyűlés jóvá hagyja. Az emelés mértékét is a közgyűlés hagyja jóvá, tehát a tulajdonosoknak a közössége tulajdonképpen. A közös képviselet ugye az egy ajánlatot tesz, egy számítást végez a beérkezett áremelkedések alapján. Ezt terjeszti ugye a közgyűlés elé, a tulajdonosok elé, és a tulajdonosok mérlegelik, hogy akkor mire van szükségük, miből tudnak lejjebb adni, milyen igényekből tudnak lejjebb adni, hajlandóak-e lejjebb adni, és akkor ez alapján eldönti a többség majd, hogy akkor mi legyen a közös költségnek a mértéke. Nyíregyházán nagy a szórás, 6-tól 15 ezer forintig terjed általában a közös költségek havi összege, ezektől persze drágább is létezik. Máté Szalkán egy kétszobás lakás esetén takarítás nélkül 5 ezer, takarítással pedig 7 ezer forint körüli összeget kérnek a tulajdonostól a kezelők. Az emelés bizonyos tételeknél a 25%-ot is meghaladja. Mindenhol érzékelhető a költségeket, úgy gondolom, hogy illetve azt látom, hogy igazából az emelést elfogadták. Van még ugye a takarításnál ott 35 forint per négyzetméter volt, most felvittük 44-re, mert egyszerűen elő kellett teremteni azt a pénzügyi hátteret, ami a foglalkoztatásukhoz szükséges. A Magyar Közös Képviselők Egyesületének szakmai igazgatója szerint 2023-ban a kata kivezetése miatt drágult leginkább a közös költség, idén pedig hasonló mértékű emelkedésre lehet számítani. Nagyobb emelés csak azoknál a lakóközösségeknél lehet szükséges, ahol évek óta nem történt változás a közös költség terén. Nagyon egyediek a társasházak, tehát az sem mindegy, hogy valahol, nekünk például van egy úgy körünkben egy olyan társasház, ahol 18-ban volt utoljára emelés. Természetesen, ahol 18-ban volt utoljára emelés, ott 2023-ban 40%-os áremelkedéssel kellett ott a közös képviselőnek előhozakodnia, de ezt nyilván meg is értették a tulajdonosok. De hogyha egy társasházi közösség tudatosan minden évben odafigyelve a környezetnek az árváltozására emeli a közös költséget, akkor az indokolt közös költségemelés az nem éri el a 20%-ot. A közös költség tételei sok mindenben eltérhetnek a különböző társasházaknál, amit a legtöbb esetben tartalmaz, a rezsidíjak mellett az üzemeltetési díjak, utóbbiban többek között az anyagköltségek, karbantartás, lift használat és felügyelet, közös képviseleti díjak, adott esetben bérek is benne vannak. Ezek mellett felújítási alapot is képezhetnek a tulajdonosok.